Az ősz Újpesten nem a szomorkodás időszaka, hanem az irgalmatlan mulatságé. Alig ért véget a városnapok, de már indul is a születi mulatság szeptember 24-én, ahol este 8-kor fellép a kis csillag, előtte pedig egy igazi újpesti kedvenc zenekar, egy irgalmatlan Újpest Drucker billentyűssel nyullal, és egy újpesti frontemberrel, Újpest dalának szerzőjével, Zolával, szóval szeptember 24-18 óra New Level Empire, most pedig én Zolával beszélgetek erről. Szia! Szevasz Mátyás, hello, köszi! Örülök, hogy koncertetek van, azt jelenti, hogy megint beszélgethetünk valamiről. Annyi a különbség, hogy a nyúl az nem billentyűzik most, hanem dobol, meg általában is mindig dobolni szokott, de egyébként minden más infó tökéletes volt. Elrontottam. De most nem kezdjük előre. Ne viccel. Billentyűs mondtam? Aha, de ő amúgy dobol. Nem kezdjük előről, mert bevállalom ezt. Inkább egy furványos kérdéssel elterelem a figyelmedet erről, meg a nyúlét is majd, hogy ha már születi mulatságról tartunk, a születi mulatsággal játszatok, akkor mesélj valami születi élményedről. Van neked ilyened? Igen, nekem pont a múltkor merült fel bennem, hogy még utána fotóm is van róla, egyszer még Csömörön, ahol még régen laktunk ugye a családommal, volt hátul egy ilyen kamra, szerintem én nagyapám építette, vagy építette, és hát emlékszem még arra gyerekkorodból a nagy dézsára, amiben beleöntötték ugye a szőlőt, és akkor hát vagy préselték, és hát nyilván volt a taposós is, taposós korszak, és nekem volt egy ilyen taposós korszakom. De ez király, nem az jó buli gyerekként. Elképesztő, és tipikus ez a fából készült vaskarika, ugye zöld, barna, nagy présgép, benne a nagy prés, és van egy olyan fotóm, ahogy már egyébként hideg volt, tehát október késő lehetett. Szület. Késő szület volt, igen. És nyilván olyan speciális szőlő volt, ami igen késői született igényelt, és én állok benne a taposóban, ugye taposom a szőlőt, rajtam a nagy kabát, meg a sapka, és ilyen elképesztő hangulatkép, mit tudom én, 85-ből, tehát hogy ilyen tök jó korszak. Úgyhogy ez így megmaradt bennem, meg hogy nekünk nyilván volt otthon szőlőnk egyébként. Nyilván nem ilyen hektár, de azért volt egy-két lugas. Hát megmondom ezt, nekem az már nem maradt meg gyerekkoromból, hogy abból lett a bor. A mustra emlékszem, viszont a musta mai napig kedvencem. És az igazság, hogy mindig lemaradok róla. Tehát mindig az van, hogy jön a szeptember, hú, jön a must, és eltelt. És így, hol a must? Ja, nem, kidobtuk már nagyon szét, mert nem jött át múltkor, már kidobtuk. Vagy bor lett belőle. Igen. Úgyhogy én nagyon mustos vagyok egyébként. Úgyhogy valakinek van mustja, az majd azért szóljon majd, hogy hello. Tessék, a születi mulatságonként lesz must, igen, mert valaki hozzon mustot, mert én ott lesz, ott lesz helyben, ott fogja préselni. Aha, lesz egy ilyen nagy préselő. Ennyi. Na és a bor? Mi érzed a borral? Figyelj, én megmondom, hogy nem vagyok egy nagy borszakértő, nem vagyok nagy boros, ellenben a nyári fröccsöket azt szeretem. Ilyen bringázás közben mindig azért fröccsöket szoktunk tologatni. Én az édes borokat szeretem nagyon régen. Mikor főiskolások voltunk, sokat jártunk Egerbe. És a Szépasszony völgyben mindig azért kicsit volt egy borulás, és én akkor az egri medina típusú bort nagyon szerettem, mert alapvetően édes szájú vagyok. De azért a fröccsöt szárazborból iszod. Azt mindenki, az csak szárazborból jó. Jó, ha már így lebillentyűsöztem a nyulat, én vagyok továbbra is annyira hülye, hogy talán most mit a kicsit kevesebbet lehetne hallani a zenekarról, vagy pedig tényleg én egyszerűen csak tájékozatlan. Tényleg hülye vagy. Nem, abszolút. Hát a nyár az mindig olyan, hogy ez egy ilyen specifikus dolog, hogy akkor, mivel Újpesten most nyáron nem játszottunk, ezért nyilván te is ugye kevesebbet hallhattál rólunk, illetve ugye tavasszal jött ki a Valahol című dalunk, klippel együtt, és hát nyilván a nyár meg azzal telt, hogy mentünk folyamatosan, minden hétvégén mentünk, valamikor hétköznap is, és nem volt igazából nekünk, ugye a zenekarnak nincsen sajtó megjelenés. Tehát mi nem az a zenekar vagyunk, akiről hetente cikkeznek az újságok, meg van mindenféle ilyen, meg ilyen online megjelenés, tehát hogy mi nem ez a zenekar vagyunk. Miért nem? Hát ez nagyon jó kérdés egyébként, talán azért, mert én is az elmúlt 10 évben tudatosan kerülöm a bulvárt, és hogy nyilván megkeresnek engem is nagyon sok dologgal, amire én meg így hát tiszteletteljesen nemet mondok. De ez úgy van itt, hogy vagy a bulvár, vagy semmi? Magyarországon? Aha. Nem. Szerencsére most már azért nem. Az elmúlt 3 évben van egy olyan tendencia, ami egy pozitív irányú tendencia, ami azt jelenti, hogy aki sokat szerepel a bulvárban, az már nem lesz annyira... Nyilván az elejszekről gondolok. Nem lesz annyira hiteles, vagy nem lesz annyira közkedvelt, vagy stb. De van egy bizonyos réteg, akinek meg ez nyilván tökre kell. Közönség részről is, meg eladói részről is kell neki ez a bulvár megjelenés. Hát mi nem vagyunk ilyenek, meg én nem voltam soha ilyen. Úgyhogy ha valamiért, akkor emiatt lehet ez.
A másik pedig az, hogy mi időközönként szoktunk kiadni bizonyos híreket, és a hír alatt most azt hiszem, hogy új dalt. Hiszen zenészek vagytok, és azt a dolgotok, hogy zenéjetek. Igazából nem igen. Az, aha. Igen. Az egy kicsit fölborult mostanság az utóbbi években a zenei piac abban az értelemben is, hogy kicsit kevesebb a klub, viszont több a fesztivál, tehát hogy nyáron dübörög a zenészeknek. Ti, hogy nektek hogy volt ez a nyár, hogy volt ez a fesztivál szezon? Igen, egyébként nálatok? Kicsit ilyen bogarak életét éljük mi is ilyenkor, hogy nyáron mindig akkor így gyűjtögetünk, és akkor télen megfeléljük, vagy nem. Hát a klub élet pedig egyébként ez is olyan dolog, hogy azért valahol jobban működik, valakiknek jobban működik, valakinek, vagy valahol pedig kevésbé. Valahol, ugye mi oda? Hogy mindig lehet fűzni. Tehát, hogy ez egy ilyen dolog. Mi például nem vagyunk egy ilyen klubozós zenekar, tehát mi is inkább ráálltunk arra, hogy májustól október végéig van egy ilyen erős szezonunk, és akkor utána meg ez a hát, majdnem így beesik meg, ami jön, tudod. Igazából nyilván ez a mi hibánk is egy picit, hogy eddig ezt nem erőltettük, igazából kellene, és pont most egyébként talpi információ, még azt a műsorhoz felveszünk, úgy mondom, hogy talpi információ, hogy lesz októberben valószínűleg egy klubkoncertünk, egy nagyszabású auguszt, minek hívják ezt? Budapesti. Egy klubkoncertünk, lehet, hogy egy hajón, és vagy nem jó. Vagy nem ott. Vagy nem ott. Vagy nem jó. És most ezzel egyébként is elkezdtünk ezen gondolkodni, hogy akkor ezt össze kéne hozni. Természetesen vendégelőadókkal, akikkel már dolgoztunk korábban, vagy még nem dolgoztunk. És tervezünk mi is azért klubozást, országos szinten is. Sőt, még az is felmerült, hogy akusztikban nyomunk majd a különböző klubkoncerteket, mert eddig volt egy pár akusztikus fellépésünk, és mindig ilyen érdekes, nagy sikere volt. Az emberek nem a megszokott hangszerelésben hallják az NL dalokat, hanem ilyen full mesztelen verzióban, és tök jó. Meg ez azért amúgy is közel áll hozzá, hiszen neked van egy ilyen produkció. Igen, meg hozzám közelebb is, azért valljuk be, a szívemhez nyilván közelebb áll. Kettő pedig, hogy ha egy dalt hallasz a rádióban, akkor egy zenét hallasz. Hogyha egy akusztikban hallasz egy zenét, akkor az már a dal. Tehát akkor csak a dalt hallod. Ami azért valljuk be, azért néha sokkal többet mond. Igen. Tehát mesztelenül valami sokkal többet mond, lásd nők, mint ha mondjuk full meg van hangszerelve. És hogy tett a nyaratok? Hogy tett nálatok ez a fesztivál szezon? Nagyon szépen köszönjük, jól telt. Eddig talán a leghúzósabb volt? Leghúzósabb volt, igen, tehát kilométerben is, fellépés számban is. Nagyon jó volt, pozitív volt, meg nyomorgós. Amennyiben? Hát figyelj, ez a buszos utazás, ennettől ki vagyok. Tehát öreg vagy már hozzá? Ezt nem tudom, mikor fogják kitalálni. Tartunk majd ott, amikor egy gombnyomásod a meg is jöttünk, szuper. Nem, hát azért az egy ilyen szenvedés, amikor úgy el vagy elpoénkodsz, ez tart x óráig, aztán utána meg ez a igen. Érjünk már oda. Igen. Főleg, amikor lenyomtunk ilyen 1500-as, 2000-es kilométeres hétvégéket, akkor úgy volt már szenvedés. Tehát tudod, az úgy nem annyira kényelmes. Na, szóval ez kényelmes. Ide bármikor jövök, a buszban nem mindig. Buszatok. Nagy fesztiválokkal ti hogy álltatok? Mennyire hívnak titeket? Nagy fesztivál egy érdekes dolog megint, mert valahol alapvetően tökre működik a zenekarnak a neve, valahol meg így abszolút így nem. Tehát kicsit ilyen, még mindig ez a perifériát érzem, hogy így. Az a baj, a legtöbb fesztivál szervező, és remélem, hogy legtöbben most ezt magukra veszik a fesztivál szervezők közül, sajnos egyéni ízlésre alapoznak. Tehát az van, hogy így jó, hát őket szeretem, őket is szeretem, őket szereti a lányom, hát őket annyira nem, és őket nem hívom. Tehát, hogy még mindig van ez, és nem csak nálunk, hanem egy csomó más zenekarnál. Sajnos ilyen eléggé specifikus a magyar fesztivál, minek hívják ezt, ízlés meg szervezői kör, de hát remélem ez időben meg fog majd változni. Jó, de tulajdonképpen a rádiós játszások is ilyenek, nem? Tehát ez nagyon sok zenész panaszkodik arról, hogy rádiók persze is döntenek egy bizonyos, jó ez legyen, ez meg ne legyen, miközben ez az underground meg a mainstream vonal Magyarországon most már teljesen összecsúszott. Teljesen. Hát az elmúlt pár évben abszolút, sőt így meg is cserélődött egy picit, abszolút tehát igazából igen. Akik eddig mainstream kategória volt, azok már csak ilyen réteget vonzanak, és akik eddig és meg, az underground az most meg így kinőtte magát nyilván, és az elmúlt pár, 5 évre mondom azt, hogy itt nagyon nagy változást hozott. Egyébként ez nem feltétlenül rossz, tehát nincs ezzel egyébként nem, baj, csak ezt a helyén kéne kezelni, meg ezt jól kéne tudni kezelni, és nagyon sok olyan dolog van, amit mi sem értünk, hogy például Magna Cum Laude, az miért nem tud játszani egy olyan fesztiválon, ahol mondjuk lenne rá igény. És ez most nyilván a mezőmiség védelme mellett van, vagy védelmért van. Nem azért, mert Magna fan vagyok, hanem azért, mert tök irreleváns döntések születnek egy-egy fesztiválon, ami nekem így, meg a zenekarnak is nyilván, meg sok zenésznek itt tök furi.
De nem menjünk bele, mert ez nyilván ez messzire vezet. Politika lenne, meg egyéb más érdekek, tehát ezt most inkább hagyjuk. Persze. De lényeg az, hogy mondjuk azt, hogy azért még ez változhat, meg változni is fog szerintem még. Jó, de a lényeg az, hogy most tök mindegy, milyen fesztivál van, viszont végig melóztátok a nyarat. Persze, igen. Egy ilyen buszút nem jó arra mondjuk, vagy ez nem alkalmas arra, vagy ennyi utazás, meg együttlét, hogy új dalok szülessenek? A csapatépítésre mindenképpen alkalmas. Meg csapat megutálásra is, nem egyébként. Egyébként érdekes módon összeszoktunk így azért, mert ugye van egy új tagunk, Fanni, a basszusgitáros lenne, aki március óta van velünk, mármint hogy hivatalosan, és azért most már két csaj van a zenekarban, eleve egy ilyen érdekes felállás szül, de hogy tök jó közösség alakult ki. Tehát, hogy azt lettük észre, hogy működik, meg tök jó a kémia, meg minden oké. Az meg az a jó dolog mindig a csajbasszus gitárosok, nem? Az egy ilyen... Szerintem menő. Szerintem és eddig mindig azt látjuk vissza a közönségből is, hogy nézzük, hogy fiúk, lányok, hogy ez így nagyon menő. Igen, mert ritka. És mert ritka dolog, de most nem akarok ilyen hímsoviniszta dumákat nyomni, mert ugyanúgy lehet csaj és basszusgitáros, mint fiú, csak ritka. És valljuk be, bár lehet, hogy nézze ezt a feleségem, de akkor meg hát szexi a női basszusgitáros. Ez egy szexi dolog. Alapvetően kuriózum, főleg, hogyha valakinek van egy olyan kiállása is, meg egy olyan fizimiskája, mondjuk a Fanninak. Szóval a dalokról pedig csak amit, hogy igazából a dalok születését annyian befolyásolja, hogy én, mint ugye dalszerző és szövegíró is, ugye azért nyilván az árzpolitika nyilván az rajtam tőlem áll, vagy nem tudom, hogy fogalmazom hát ezt igen, meg. Hogy nyilván én alakítom ezt így ki, hogy egy dal miről fog szólni. A szülőd a dalokat akkor szülőd, és hogy nyilván, akkor... mivel egy buszos út azért elég sok élményt hoz magával, ezek a dolgok lehet, hogy visszaköszönnek egy dalban. Hát, ha valaki mondjuk a Valahol című dalnak a szövegét elolvassa, akkor nyilván rájön arra, hogy így, ja, akkor az lehet, hogy arról szól. Vagy egy csomó ilyen dolog van, hogy nyilván azok olyan élmények, amik így belénk égnek, vagy belém égnek, és akkor ezeket kiírom magamból majd egyszer. Tehát, hogy ilyen szempontból igen, születhetnek dalok, mert hozza magával az élmény a hozományt. Igen, de hogy vannak azért különböző típusú dalszerzők. De nem olyan régen beszélgettem itt a Lecsóval, a Leskovics Gáborral, arról, hogy a Pál utcai fiúknak miért nincs albuma, amit 8 éve, és azt mondja, hogy ő annyit játszik a Puffal, meg a Kis Csillaggal, hogy egyszerűen folyamatos utazás, folyamatos koncertezés, és ő az a típusú dalszerző, akinek kell a magány, meg a letisztulást ahhoz, hogy írjon. Ezt osztom, ebben tökre igaza van. Egyébként szerintem anélkül nem is működne, tehát valószínűleg tényleg el kell így vonulni, meg magába kell az embernek zárkoznia. Nekem például a legjobb dalaim azok akkor születtek, amikor éveleje van, ilyen január, február, március. Szomorkás tél. Rossz idő, szomorú vagyok, depressziós vagyok, egyedül vagyok, mit csinálják, nincsen semmi. Írok egy dalt! Írok a dalokat! És komolyan, hogy még a magyar nyelvű dalaim is akkor a legjobbak egyébként, amiket én legjobbnak tartok, vagy mások legjobbnak tartanak, azok érdekes módon akkor születtek. És nem azért mindig ilyen, miért vagyok itt a konyhában? Nem ér elreszelős. Hanem egyszerűen csak valamiért azokban sokkal mélyebbek a tartalmi részek, vagy a zeneiség jobban, nem tudom. Jön lemez? Egyetem fontos, hogy legyen lemez? Hát a mi műfajunkban a Nyúlának a szakértője, azt tudom mindig azt mondani, hogy őt fogom most idézni, hogy ebben a műfajban teljesen egy ilyen specifikus, egyedi dolog áll fent, mert nem albumokat szoktak ugye kihozni, hanem annyira sűrű a változási intervallum, tehát annyira sűrűn jönnek ki az új stílusok, új formálódás, hogy albumot nem érdemes megjelentetni, hanem inkább dalokat, LP-ket kell folyamatosan csinálni, mondjuk ilyen mit a negyed évente vagy fél évente, akkor még többet lehet kihozni, de albumot nem érdemes, mert egy nagy albumnak nyilván egy hosszabb intervallum van, míg az ember befejezi, és addigra lehet, igen, hogy mindent befejezed, már három stíluson ment át a popkultúra, és így, hát ez a dal már elavult, ez majd, még nem, de ez még nagyon friss. Az még a hülyén veszi ki magát. Tehát azt mondjátok, hogy nem dalokban, nagyon érdemes ma már albumot csinálni. Hát nem, meg akkor egy csomó dalig kukába megy. Aha. Tehát az a baj, hogy kivétel mondjuk egy Springsteennek a Born in the USA, hogy minden szám volt csillagos ötös, és minden nyilván szám slágerlistás volt. Nyilván Bruce Springsteen föl fogod hozni. Nyilván el fogom hozni, mint általában mindig. De hogy most egy jó példa egyébként, mert az ő lemeze tényleg jó, azért vannak olyan, azért vannak olyan lemezek, ahol... Nyilván, de a 12-12 azért az durva, tehát ez a valljuk be. És hogy az van, hogy mi dalokban hiszünk. Tehát az, hogy negyed évente, fél évente kijövünk egy dallal, és akkor vagy befut, vagy nem fut be. Bízunk a előbbiben. Mikor jön a következő ilyen? Ma. Most, hogy itt ülök ma, mert ugye hét elején volt, szeptember elejét írjuk egyébként, és hét elején volt a rádiós premierünk, két rádióban is, és az online digitális megjelenés pedig most szeptember eleje, mai nap.
Úgyhogy hát bízom benne, hogy az klip formájában is? Nem, az még várat magára. Tehát mi még most nem tudjuk leadni majd. Nem, most még nem. Ez most nem az, ez nem a klip. Egyébként hasonló. Tehát, hogy nem a klip. Ezt október elejére tervezzük egyébként a videoklipet. A dal címe az, hogy Szerteszét. És ez egy nagyon-nagyon frappáns, nagyon szentimentális, nagyon jó képi világgal rendelkező videoklipet szeretnénk forgatni, és meg is csináljuk. Úgyhogy szeptemberben forgatjuk, és október elején pedig akkor klip premier debüt. Erről már múltkor is beszéltünk, hogy neked nagyon fontos ez a vizualitás, meg az, hogy meg legyenek csinálva. Múltkor végig zongoráztuk egyszer a klipjeidet, hogy milyen stílusokban készülnek, hogy is, miért fontos neked. Tényleg domáltunk erről. Aha, de akkor itt is. Hát most az van, hogy azért a New Level Empire klipek azért jóval egyszerűbbek, mint mondjuk bármelyik másik, amit eddig csináltuk, vagy csináltam. Nyilván ezek ilyen közös döntések. Tehát hiába mondok én valamit, hogyha mondjuk a döntés nem az én kezemben van. Annyit tudok elmondani, az előző klipunk ugye valahol az alapvetően egy ilyen image klip volt, viszont így azért a sokadik klipünkre én már szeretném ezt image dolgot elhagyni, és kitaláltam egy ilyen nagyon szép, őszi hangulatú videoklipet érdekes technikai megoldásokkal, amit eddig nem nagyon láttam szerintem klipekben, és fel is dobtam ezt a Balázsom barátomnak, ugye az operatőr kollégámnak, akivel dolgozunk mindig, és mondta, hogy hú, ezt tényleg meg kéne csinálni, mert alapvetően kivitelezhető, és tök jól néz neki, úgyhogy jó lesz. Én szeretném, hogy jó legyen. Szerinted a New Level Empire zenéje mennyire unikum a magyar zenei piacon? Hát most kicsit visszacsatolva az előzőre, mert közben ezen gondolkodtam, hogy van-e ilyen jellegű unikális értéke? Zenekar? Hát most ne használjunk ilyen, inkább úgy kérdezem, ne használjunk ilyen nagy szavakat, hogy van-e szerinted hasonló jellegű zenekar? Nekünk egy szerencsénk van jelen pillanatban, ez a 15-16-os év, hogy jelen pillanatban ilyen zenekar, hát vagy nagyon nem sok van, vagy nagyon kevés, vagy nincs. És az is ez a válaszom. Igen, mert ugye anno volt, ugye, minket mindig ugye anno, amikor elkezdtük, a Compart Disco mellé tettek. Hát azért a Compart Disco zenéje merőben más volt. Az ő arcpolitikájuk is merőben más, a dalok is teljesen más hangulatúak. Az egy kicsit ilyen sterilebb, szűkebb zeneiséget képviselt, ami egyébként tök jó volt, csak mondom más kategória. És a Carbon Fools megszűnésével megint csak volt egy ilyen űr, amit így nem tudtak kitölteni. A Carbon Fools megint egy más zenei periféria, viszont most a laikusok kedvéért mondom azt, hogy ezek azért egy kategóriába esnek. De jelen pillanatban az a fajta elektronikus zene, amiben ilyen hangzások vannak, hát nyilván... Meg nem csak elektronika. Nyilván nem tömeg Magyarországon, nem tömeg cucc, meg nem csak elektronika, hanem akusztikus gitártól kezdve, elektromos gitáron át különböző hangszeres megoldásokig. Hát valóban nem sok van. Nyilván ennyiben szerencsésebb a helyzetünk, hogy rockzenével ellentétben, vagy rockzenekkel ellentétben. Hogy ez mennyire unikum Magyarországon, azt csak onnan tudjuk leszűrni, hogy amikor odajönnek hozzánk koncerteken, hogy úristen, annyira szeretem a zenéteket, 15-től mondjuk 55 éves korig jönnek oda hozzánk. Érdekes módon mi az érettebb korosztályt vonzuk. Tehát ezt leszűrtük az elmúlt 2,5 évben, nem titok, hogy mi a tiniket annyira azért nem vonzuk. Mert inkább a 30-astól? Hát inkább ez a 25 pluszos. Aha, ezt vettük észre. Hogy ennek mi az oka, azt nem tudom, azt nem fejtettem még meg. Érdekes épp. De hogy a tinék ugye most nagyon ráálltak erre a rapre, hogy amiben rap van, az már jó. Mindegy, hogy jó vagy rossz, rap, kicsit van egy ilyen, kicsit van egy ilyen tendencia, ez kétségtelen. Igen, és ebből azért sok mindent lehet szűrni. A mi zenénk az meg valahogy érettebb korosztályt vonz. Nem is gondoltam volna én soha, megmondom őszintén, de így alakult. Egyébként nem bánjuk, tök jó. Annak ellenére, hogy azért ti már játszottatok Újpesten, hogy téged azért Újpesten ismernek általában az emberek, pláne az Újpest dala az is pörgetett egyet. Annak ellenére, hogy a nem billentyűs, hanem dobos nyúl, nagy Újpest drukker, de azért nagyon egy ilyen születi mulatság mégiscsak olyan esemény, hogy nem feltétlenül ti rajongóitok vannak ott. Erre szokták mondani a zenészek az úgynevezett lakossági koncert, hogy meg kell győznötök olyan embereket is a zenétekről, akik nem feltétlenül ismernek titeket. Ezeket a kihívásokat te szereted? Nagyon. Én imádom. Hát meg ugye most, aki volt nyáron New Level Empire koncerteken, vagy akár Újpesten, tudhatja, hogy én nagyon közvetlen vagyok. Tehát, hogy nem csak a magánéletemben vagyok közvetlen, hanem... Ha ezt nézi, akkor is tudja valószínűleg. Én a koncerten vagyok nagyon igazából közvetlen. Meg én például, nekem tök nem érdekel, hogy van itt egy kordon. Én azon átmászok, az bemegyek a tömegbe. Tehát nekem pont nem érdekel a kordon. És a zenekar is, én azt nagyon szereti, hogy én ilyen vagyok, mert szeretek egy ilyen nagyon intim kapcsolatba kerülni a közönséggel. És szeretem azt a kihívást, amikor valaki ott van, hogy így... És nem akarom portomat itt, hogy kik ezek? Igen. Mi volt ez, Mari? New Level? Aha.
Érdekes, nem hallottam amúgy még róluk. Nézzük meg azért. Tehát az ilyen embereket meggyőzni, hogy ez egyébként jó, és neked valószínűleg majd tetszhet is, és velük kialakítani egy ilyen jó kapcsolatot, az mindig jó kihívás, az jó pofa dolog egyébként. Szerencsére lekopogom, hogy eddig mindig pozitívan jöttem ki belőle. Tehát nem volt eddig az, hogy akkora, és akkor kapok egy paradicsomot, tehát szerencsére remélem ez soha ilyen. A szőlő lesz. Szőlő. Na mondjuk az jöhet. Azt legalább szerettem. Azt látott szájjal. Tehát, hogy nem volt még ilyen. Igen, én szeretem ezt. Ugye nyilván többféle ember van, valaki azért jön ki, mert ismer minket, szereti a zenénket a rádióból, vagy már volt koncertünkön, vagy pedig azért jön ki, mert tényleg kíváncsi, hogy most ezek mi áll. Vagy egyszerűen csak ott van a mulatság. Vagy ott van. Igen. Jöjjön már kis csillag, mindegy, megverjük ezeket is. Amúgy nem olyan rossz, hogy mondjuk az. Na, hát legyen ez, nem? Tehát, legyen ez, persze, ezt kívánom. Hogy jó tényleg, tök jó lesz. Ennyi. Mondd el még egyszer, addig rád kapcsolunk. Szeptember 24, Szent István főtér. Jól mondom, főtér? Hát tér. Tér. Gyertek ki a térre. Kis csillag előtt tolunk egy óriási koncertet, egy órás koncertünk lesz, New Level Empire, a születi mulatságom. Ígérem, hogy lesz. Köszi szépen. Én is.